A nyaralási tervről csak szűk rokoni baráti körünk tudjon, ezt tanácsolják a rendőrök. A statisztikák szerint a nyári időszakban megnő a betörések, besurranások száma, a rosszakarók egyre többször tájékozódnak internetről. A közösségi oldalakon ma már a legtöbben azt is megosztják, hogy mikor és hova mennek nyaralni, sokan fotókkal erősítik meg, nincsenek otthon, szinte szabad a pálya a betörőknek. Ne posztoljuk ki előre, hogy hova fogunk menni, és meddig nem leszünk otthon, mert nyilván azok a személyek, amelyek esetleg bűncselekményt akarnak elkövetni, akkor ezt ugyanúgy figyelemmel tudják kísérni, és ki tudják számítani azt, hogy mikor ideális a bűncselekmény elkövetése. Úgyhogy ilyet ne tegyünk semmiképpen. Rájárunk képeket feltenni majd a nyaralás végén is arról, hogy merre voltunk, hol jártunk, illetve nagyon fontos dolog, hogy figyeljünk egymásra. Éppen ezért célszerű a szomszédokat, ismerőseket megkérni arra, hogy időközönként nézzenek rá a házra vagy a lakásra. A legfontosabb, hogy ne legyen észrevehető, hogy otthonunk elhagyatott, akár a postaláda kiürítésével is tud segíteni egy barát vagy egy szomszéd. A bűnmegelőzési osztályvezető hozzátette, nyáron többet interneteznek a fiatalok, így megnő az internetes zaklatások száma is. Ugye ismerjük ezt a cyberbullying megnevezést, ami az internetes zaklatás, online zaklatás bűncselekmény kategória, illetve jogsértés. Ugye itt arról van szó, hogy kéretlen üzeneteket küldenek egymásnak, illetve közösségi oldalakon posztolnak fel a nevükben olyan képeket, üzeneteket, amelyek nem az övéik, illetve hogy általánosságban lejárató kampányt folytatnak, ha lehet ezt így folytatni online felületen. Ugye itt ez fontos dolog, hogy a szülők figyeljék azt, hogy a gyerek milyen rendszeresen internetezik, egyáltalán milyen oldalakat látogat, azt, hogy látnak rajta bármiféle hangulatváltozást, vagy hogy törli magát mondjuk minden ok nélkül a Facebookról, illetve hogy a személyes kapcsolatai elszegényednek teljesen, ez egyfajta jel lehet. Kovács Attila hozzátette, a zaklatás is bűncselekmény, ám sokan nem tesznek feljelentést, mert szégyellik a történteket.